A rendkívüli jogrend tehát hamarosan megszűnik, az egészségügyi készültség azonban megmarad, erről is tegnap döntött a parlament, a baloldal ezt sem támogatta. A kormány szerint azért kellenek az átmeneti intézkedések, mert a vírus még mindig jelen van Magyarországon, és azt sem lehet tudni, hogy hogyan alakul a járványhelyzet a szomszédos országokban és szerte a világban. 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A parlament kedden elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, amit a teljes országgyűlés támogatott. A baloldali pártok is. Ennek értelmében a veszélyhelyzet után megszűnik a rendeleti törvényalkotás, vagyis újra csak az országgyűlés hozhat majd törvényeket. És a parlamentnek arról is döntenie kell, hogy a kormány által az elmúlt hónapokban meghozott rendeletek közül melyeket kívánja fenntartani. Tegnap az országgyűlés elfogadott egy másik jogszabályt is, amely tartalmazza a járványügyi védekezés következő szakaszának közjogi keretfeltételeit. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy azért van szükség ezekre az intézkedésekre, mert nem lehet tudni, hogyan alakul a környező országok és az egész világ járványügyi helyzete, és a vírus még Magyarországon is jelen van. Készültségi állapotban vagyunk, ahol meg kell hagyni azokat a rugalmas jogosítványokat, hogy mindenféle praktikus egészségügyi védő intézkedés azonnal hatályba léphessen, illetve hatályban maradhasson, ami az állampolgárok egészségét szolgálja, illetve azokat a legszükségesebb elővigyázatosság intézkedéseket, például a maszkviselés, vagy a különböző védőtávolságok betartása, vagy adott esetben a kórházak látogatásának a rendje, ami a minimális feltétel annak, hogy ezt az óvatosságot fenntartsuk a társadalomban. Nem fogunk időkorlát nélküli felhatalmazást adni önöknek a rendeleti kormányzása. 10 év után ön elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy karanténba zárja a demokráciát. Ma Orbán korlátlan teljhatalmat akar magának megszavaztatni. A baloldali pártok márciusban a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény megszavazásakor is diktatúrát kiáltottak és nemmel voksoltak. A balliberális erők a járvánnyal összefüggő átmeneti szabályokat most sem támogatták. A baloldal ugyanúgy, ahogy a veszélyhelyzet meghosszabbításánál és a koronavírus járvány elleni védekezésről szóló törvény elfogadásánál, tehát ugyanúgy cserben hagyta a védekezést. A kormánynak mindenre fel kell készülnie a koronavírus járvány kapcsán, indokolta Orbán Balázs az M1-en, hogy miért van szükség a járványügyi készültség fenntartására. A miniszterelnökség államtitkára szerint ebben most sem lehet számítani a balliberális pártokra. Ahhoz, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek az első szakaszban sikerre vezettek, azokat meg tudjuk hozni későbbiekben is, ahhoz a járványügyi készültség megszavazására szükség lett volna. Tehát sajnos azt tudom mondani, hogy az ellenzék megint azt csinálta, amit március 11-e után csinált, hogy nem támogatta a védekezés jogi alapját. Ez szomorú dolog. Hozzátette, egy világjárvány elleni küzdelemben nem ideológiai összecsapásokra van szükség, hanem nemzeti összefogásra. A magyar baloldal azonban a védekezésből pártpolitikai csatározást csinált, és nem szavazatokkal, valamint álhírek terjesztésével járult hozzá a vírus elleni harchoz.